úgy érzem, hogy itt valahogy otthonra találtam. Ezek között, a becsületes emberek között. Pedig amikor idejöttem, azt mondtam, hogy nem tudom, mit fogok én itt festeni. Aztán rájöttem, hogy itt is ugyanolyan emberek. Nem tudtam, mondom én, nekem az volt az első, a feleségem lenne a megmondója, hogy mi a jó Istent fogok én itt csinálni. Hát ugye hegy hátán, itt meg. Aztán rájöttem, hogy itt is szörcsög a hörcsög, meg itt is meg repül a madár, meg Magyarország ez mindenhol. Kárpáti Gusztáv szavait felelevenítve emlékeztek meg a festőművészről a nevét viselő terem avatásán a Nadányi Zoltán művelődési házban. A felújítás során vetődött fel, hogy az Erdélyi Gábor teremhez hasonlóan az épület egy-egy helyisége olyan jeles berettyóújfalui személyek nevét viselje, akik a helyi kulturális és közösségi élet kiemelkedő alakjai voltak, mondta el bevezetőjében Lisztes Éva, az intézmény vezetője. A berettyóújfalui festőművészületésének 75. évfordulója adott alkalmat az ünnepélyes teremavatóra. Bármi hihetetlen, több mint 3 éve nincs közöttünk Guszti, és most már tényleg csak az archívumokban lehet őt megidézni. És én magam is végignéztem ezt a videót, és bármennyire is fájdalmas és szomorú az elválás, mégis az ő ízes ózdi tájszólásával, én is magam is felírtam már pár gondolatot magamnak, hogy mondta, hogy itt is ugyanolyan emberek élnek, itt is szörcsög a hörcsög és repül a madár, akaratlanul is mosolyra kapasztja az embert. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bár fiatalabb vagyok, mint Guszti volt, életemnek az utolsó időszakában adódott mégis nekem egy lehetőség, hogy a 70. születésnapjára rendezett Ózdon megtartott emlékkiállítására együtt tudjunk elmenni feleségével, Mariannal. Nekem addig igazából nem volt, hogy mondjam, közvetlen kapcsolódásom Gusztihoz. Ismertük egymást, tiszteltem, és köszönöm viszonyban voltunk, de az a pár óra, amit együtt tölthettem velük, és önnel, kedves Marian, azt gondolom, hogy évekre munícióval töltött, hogy látva egy 70 éves embernek hazamenni a szülőföldjére és egy kiállításon megjelenni, és ahogy közeledtünk a Ózdhoz, az a, hát nyugodtan mondhatom, gyermeki izgalom és gyermeki aggodalom, hogy valahogy ott lesz-e ez. Muraközi István köszöntőjét a Kárpáti Gusztáv emlékgyűrű átadása és az elismerés bemutatása követte. A Berettyóújfaluban élő és alkotó festőművész önálló stílusa megszületésében meghatározó szerepet játszott, hogy rátalált második kis hazájára. Lenyűgözte Biharország földje, emberi erőfeszítései és a festői táj szépsége. Mesterként maga is egyengette a fiatal tehetségek útját Ózdon, Tiszaújvárosban, Debrecenben, Derecskén és városunkban is. Megkapta a szót alkotói ösztöndíját, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat díját és a Holló László díjat. Kárpáti Gusztáv emlékgyűrű átadásával ismerjék el azt az alkotó és tanító művészt, aki Biharban a képzőművészet széles körű megismertetésében vállal szerepet. Mivel Kárpáti Gusztáv munkássága mások számára is példa, az ő szellemiségének, alkotói és oktatói nevelői felfogásának érventartása is a díj átadásának célja. Az előzetes egyeztetések alapján a díj alapítói Kárpátiné Mészáros Marianna és a Berettyó Kulturális Központ. A díjazott személyéről a jövőben egy olyan testület dönt, melyben az alapítók mellett a kortárs művészeti élet jeles szereplői vállaltak szerepet. Lukács Gábor festőművész főiskolai docens és dr. Vitéz Ferenc költő, művészeti író, főiskolai docens. A gyűrű formája a hagyományos pecsétgyűrűn alapul, fejrészén látható a festőművész szignója abban a formában megjelenítve, ahogyan a képein is használta. A gyűrű felülete rusztikus, kalapált, bemaradt kialakítású, ami a művész jellegzetes ecsetkezelését hivatott megidézni. Tervezője és kivitelezője Rácz Erika ötvös népi iparművész, a kovácsolás műveletébe közreműködött Szász János. Alkotó és oktató tevékenysége alapján a Kárpáti Gusztáv emlékgyűrű alapítói, illetve a képzőművészeti élet általuk felkért rangos személyiségei egyöntetően döntöttek úgy, hogy a Kárpáti Gusztáv születésének 75. évfordulójára alapított díjat első ízben Holló Barna vehesse át 2016-ban.
Az emlékgyűrűt Kárpáti Némészáros Marian és Lukács Gábor adták át. Rettenetes nagy élmény, hogy ennyi ember emlékszik rá, és őrzi az emlékét. Én azt hittem, hogy az idő múlik, az emlékezet fakul. Nem így történt. És nagyon szépen köszönöm Erikának, hogy olyan nagyon-nagyon nagy ráérzéssel megtalálta ebben a gyűrűben a férjem festészetének lényegét. Köszönöm, hogy eljöttek. 90-es évek elején volt alkalmam, hogy megismerjem, mivel akkor harmad magammal első ízben volt lehetőségem, hogy itt kiállítsak Berettyóújfaluba, és természetesen ő is, mint szakmabeli, kíváncsi volt arra, hogy kik ezek a váradi művészek, mit alkotnak, mit csinálnak, milyen emberek, hogy gondolkodnak, és gyakorlatilag azóta valahányszor, ha Berettyóújfaluba megfordultam, vagy ő is valamilyen alkalommal Nagyváradra járt, akkor egymást mindig megkerestük, soha nem kerültek el. Mi a mostani kiállításának a témája? Milyen jeleket láthatunk? Több változat is végig gurult a gondolatomba, hogy lehetne olyan kiállítás is, ami mondjuk egységes ilyen képarchívumból kiválogatott anyagot mutatok be, akár erre az alkalomra, mert tudván, hogy ez csak egy ilyen háttér, egy tabló végeredménybe arról, hogy egyáltalán hogy gondolkodom én képekbe, de mivel Gusztinak valamilyen módon ő sugta nekem ott fentről az égiekből, hogy Barna, add magad, szeretem mindig, amikor nem az unalmas, elcsépelt változatokban, hanem valami izgalmas, valami meglepetést jelentő kiállításra jelentkezel. És akkor egy másik, nehezebb gondolat tárult elém, hogy rendben van, de melyek lesznek azok a kitüntetett munkák, vagy hogy hozom össze, attól függ, mekkora felületen, milyen körülmények vannak itt kiállítási felületeket illetően. Mivel nagyon, de nagyon csak ilyen jelzésszerűen 40 év munkásságából állítottam össze ezt a kis tárlatot, ahogy meg lehet tekinteni, a kezdetek rögtön az egyetem befejezése után a 70-es évek közepére tehető. A kezdetek természetesen a hagyományos technikákhoz nyúlt, amit a szövés adta lehetőségekhez, és szőnyegekkel kezdtem. Elkezdtem a multimédiás kísérleteket is beötvözni az én munkásságomban. Ebből is lehet egy néhányat látni. Jelenkeztem egy debreceni kiállításon, na most ez a szőnyegem, egy régi fotó, ami nekem megvolt, annak egy modernebb, tehát egy nyomtatott változata, egy 1 méter x 1 méteres kifeszített vászon egy print formájában élvezhető, látható, hogy ez az eltűnt szőnyeg, amivel azt lehet mondani, hogy sikert aratva bekerültem 1979-ben a bukaresti dekoratív művészetek kvadriennáliára. Ez a kiállítás is a hely szelleme kérte, hogy egy ilyen fajta csoportosítással, egy ilyen fajta ellentét pároknak a felmutatásával, amit Angyal László nagyon jól kifejtett, hogy ez megérthető a kiállításnak a koncepciójából, mert végeredményben mindig ez az ellentét párnak a megjelenítése, mivel tanáremberként is a diákjaimnak feltételként sokszor, mint téma feldobtam, mert az gyakorlatilag az alapvető egyensúlyozás
és a helyes egyensúlyozásnak egy próbatétele. A nagyváradi grafikus textilművész Jelekben című tárlatát a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei irodájának vezetője Angyal László nyitotta meg. A Kárpáti Gusztáv nevet viselő terem és a róla elnevezett díj tovább őrzi emlékét. Mint a teremben róla szóló táblán is olvasható, a festőművész alkotásaiban tovább élnek eszményei, hite, hűsége, teremtő ereje.